Az elmúlt év végén dr. Cseh Miklós bekövetkezett halála miatt a Bonyhádi 3-as számú házi orvosi praxis megüresedett. A tudnivalókról Filóné Ferenci Baja, a település polgármestere számolt be. Miután az alapellátás kötelező önkormányzati feladat, ezért az én felelősségem is egyben feladatom is volt polgármesterként a várost irányítva, hogy minél hamarabb ebbe a körzetbe is háziorvost találjak. Abban az átmeneti időszakban, amíg erre nem került sor, és csak tárgyalások folytak, addig a helyettesítést azonnal megoldottuk, és ezt a Bomed Kft. Nevében dr. Kovács Katalin látta el, amit ezúton is hálásan köszönök neki, hiszen azonnal a rendelkezésünkre állt, és így megoldódott heti 20 órában a doktor úr helyettesítése. De én mégis csak annak örülök igazán szívből, hogy április 1-jével dr. Németh Csaba vette át a körzetet, hiszen ő most helyettes orvosként, de teljes munkaidőben, tehát heti 40 órában látja el a körzetben a betegeket. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára megnyugtató, hiszen fontos, hogy egy háziorvosi praxis betöltésre kerüljön. Nem egyszerű feladat a mai világban háziorvost találni. Én ezért szívből örülök, hogy sikerült megegyeznünk a doktor úrral. Az ő személyében egy kiváló belgyógyászt ismerhetünk meg, és én bízom benne, hogy a betegek is hamar a szívükbe zárják. Fontos azt is tudni, hogy maga a praxis jog a hagyaték része, amelynek a lezárása leghamarabb jövő év elején kerülhet sor, addig az munkáltató, az önkormányzat, de ez a betegek szempontjából gyakorlatilag semmit nem jelent, hiszen a doktor úr már rendes rendelésidőbe várja a bonyhádiakat. Dr. Németh Csaba orvosként belgyógyászati szakvizsgával rendelkezik. A munkája eddig a Szekszárdi kórházhoz kötötte. Tavaly évvégén alakult úgy az én pályafutásom, hogy visszatérhetek a mindig is elsődleges hivatásomként kezelt orvosi pályafutáshoz. Úgyhogy ehhez a életemben történt fontos változáshoz kaptam egy megtisztelő és pont jó időben érkező felajánlást és megkeresést a polgármester asszonytól. Egy sajnálatos esemény nyilván a cseh kollega úrnak a halála, de ez én számomra nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy itt Bonyhádon elkezdhessem a háziorvosi pályafutásomat, ami ugye az én orvosi szívemhez meg lelkemhez mindig is közel álló tevékenység vagy feladat volt. Az orvos hosszú távra tervez az új munkahelyén. Így kezdtük a rendelőnek a rendbetételét, a saját szájunk ízéhez való igazítását és a megismerkedést a praxisban levő emberekkel. A polgármester asszony felkérésének azért is nagyon örültem, mert nyilván azt tudod, hogy háziorvosi praxis az elég sok van üresen, viszont én nekem Bonyhádról ismerősök, barátok révén mindig is nagyon pozitív élményeim voltak. Úgyhogy ez egy külön öröm volt nekem, hogy itt lehetőséget kaphattam arra, hogy megkezdhessem a háziorvosi munkát. Milyen kilátásokkal nézek a jövő elé? Hát én remélem, hogy a bonyhádi emberek el fognak engem fogadni, és befogadnak az itteni közösségbe. A beteg praxishoz tartozó betegek elfogadnak, illetve a többi háziorvos kollégával, helyi rendelőintézettel is egy jó munkakapcsolatot szeretnék kialakítani. Az orvos egy korszerű, felújított rendelőben kezdi meg a munkát. Az épületet azonban a jövőben tovább szeretnék szépíteni. Dr. Németh Csaba azt mondta, ehhez a bonyhádi önkormányzattól minden támogatást megkapnak.